Mélyről feltűrő óriási lelkesedéssel és szűnni nem akaró, véget nem érő szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Mobil Arena magazin harmadik évadjának 41. adása, amiről úgy volt, hogy nem lesz. És bár ezt ugye nem kommunikáltam senkinek, hogy úgy lesz, hogy nem lesz, egyrészt az én mellett, másrészt meg azért, mert hát nem volt egészen biztos, hogy itt mi fog történni, lévén, hogy hát a nejem elkapta az úgynevezett COVID nevű betegséget, amit hát valószínűleg 100 000 kaptak még el, és hát eléggé nem is lett jól. És hát én fel voltam arra készülve, hogy akkor ezt én is be fogom karmolni, és miután én sem leszek jól, ezért sűrű elnézés kérések közepette majd jelzem, hogy ezen a héten hát betegség miatt zárva van a Mobil Arena magazin, de én nem kaptam el, és most már lassan egy hete nem kaptam el, ami egy picit engem meglep, ugyanakkor nyilvánvalóan örülök neki, minden reggel megcsinálom a tesztet, minden reggel negatív, és akkor elmegyek dolgozni. Szóval ebben vagyok most, és ez viszont azzal járt, hogy nem igazán volt így kitalálva se témát, úgyhogy lesz adás, minek gondolkozzak témán, úgyhogy derült égből a villámcsapásként, és ugyanakkor meglepetésszerűen ért egy meghívás tegnapról mára, hogy a Jettelnek van egy ilyen toronynézegetős eseménye, amikor meg lehet tekinteni egy 5G-s bázisállomást, és a megfelelő szakértelemmel rendelkező megfelelő szakértők minden kérdésre szívesen válaszolnak. Na most én ezt szeretem, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nekem egy nagyon érdekes rendezvény, engem érdekel az 5G technológia, meg a hálózatépítés, meg egyáltalán tök jó tudni, hogy mi van amögött, hogy mi egymással tudunk beszélgetni, és üzenetet váltani, és adatot átvitni. Szóval nagy lelkesedéssel mentem el ma délelőttre, a Villányi útra, ugyanis az AVF tetején, általános vállalkozási főiskola, tetején egy Telenor, miket beszélek, ugye? Egy Jettel bázisállomás található, amely több cellából tevődik össze, tehát hogy több antennát is látsz a tetején, de igazából mind bázisállomás ez egynek számít, csak hát ugye másfelé vannak irányítva az antennák és más szektorokat fednek le. Na, és akkor ide volt egy meghívás, oda is értem rendben, és megkaptuk a munkavédelmi mellényünket, meg a sisakunkat, mert csak ennek a birtokába lehetett fölmászni. Föllépcsőztünk a 4. emeletre, és akkor onnan egy ilyen kis ajtón keresztül volt egy létrás tető kijáró, ami semmennyire nem volt veszélyes, tehát ez egy lapos tető, és a 3 pontján a tető szélén van egy-egy antenna halom, és akkor ott lehetett megnézni, hogy mi újság. Na most nyilván az van, hogy egy ilyen rendezvénynek, hogyha már így összetrombitálnak rá pár embert, akkor annak így illik csinálni apropót. Hát most nagyon sok apropója nem volt, és ezzel is mondták, hogy igazából nincs mit bejelentsünk, hanem 2 dolgot próbáltak ott ráfűzni erre a rendezvényre. Az egyik az, hogy azt mondták, hogy ő szerintük most vannak féltávnál a hálózatmodernizációs folyamatban, és már a bázisállomások felét lecserélték modernre. A másik apropója meg az volt, hogy így hát kvázi ott a szemünk előtt húzták meg az utolsó csavarokat az új 5G-s antennákon, és átadta a hálózatépítő cég a Jettelnek kulcsra készen a berendezést, és innentől kezdve ott tadam, lett 5G hálózat. Szóval ez volt kvázi az apropó, de egyébként meg csak azért mentünk oda, hogy ilyen edukatív jelleggel. Na most nyilván az van, hogy amikor összetrombitálnak egy rakás embert a sajtó különböző bugyraiból, akkor ott nagyon eltérő az általános ismeret a tekintetben, hogy ez itt micsoda egyáltalán, meg a tekintetben is, hogy kit mi érdekel a témába. Érdekel egyáltalán valakit mélyebben a dolog, mint amennyire egy átlag embernek tudnia kell. Szóval lehetett ott kérdezni, meg meséltek bizonyos technológiai dolgokról. Egy csomó dolog olyan volt, hogy jó, oké, ezt tudom, jó, ezt már hallottam, ezt ismerem. Volt egy-két új információ nyilvánvalóan számomra is, és utána, ugye lehetett kérdezgetni, egy darabig így próbáltam feltenni kérdéseket, és azokra mindig megkaptam a megfelelő választ, de egy ponton úgy éreztem, hogy nekem még lenne kérdéseim, de valószínűleg a többieket ez nem érdekli, tehát szétszélettünk, és egy csomóan már lementek, én meg mondtam, hogy hát hadd maradjunk még itt egy picit, és akkor nézzük meg, hogy ez miből áll össze egy ilyen antenna rendszer, meg hogy működik meg egyáltalán, és akkor mi még ott egy kis időt eltöltöttünk, és én felraktam az összes hülye kérdésem, és megkaptam az összes proper választ. Na, és ezekből szeretnék nektek átnyújtani egy csokorra valót, több szempont alapján.
Az egyik szempont az 5G telepítésnek a stratégiája, mert ez többször előkerült itt az elmúlt időszakban, amikor 5G-s telefonokról beszéltünk, hogy egyáltalán minek nekünk még 5G egy telefonba, úgyse használjuk ki, és egyébként is mire lesz hálózat, addigra már eltelik egy csomó év, és különben is most miért fizetsek többet egy 5G-s telefonért, amikor még ott, ahol lakom, nincsen 5G, tatra, tehát hogy nyilvánvalóan az a helyzet, hogy a készülékgyártók olyan szempontból már előrébb vannak, hogy már a középkategóriától fölfelé azért az 5G, hát hogyha nem Huawei telefonról beszélünk, de akkor alapvetően azért adott. És nem azért adott, mert a készülékgyártó olyan nagyon akar 5G-t, hanem elsősorban azért, mert a chipgyártók, hát a modern chipek, rendszercsipek, azok fel vannak készítve arra, hogy az 5G-s hálózatokat elkezelgessék, és miután más már nagyon nincsen egy bizonyos szintől fölfelé csak 5G-s csíp, ezért ilyet vesz mindenki, ezek kerülnek be a telefonba, akkor már raknak mellé egy végfokot is, és akkor 5G nesztek, de nem azért csinálják, mert hogy nagyon mindenki 5G-t akarna rakni a telefonban, azért úgyis ott van. Szóval ez a része, tehát eszköz szempontból egy picit úgy néz ki, hogy előrebb járunk 5G szempontból, mint hálózati megközelítésből. Ugyanakkor viszont ez nyilván régiófüggő, tehát nálunk itt Magyarországon most van egy X helyzet, ehhez képest más van az Egyesült Államokban, más van Kínában, más van a németeknél, meg más van a svédeknél, tehát hogy minden országnál máshogy néz ki az, hogy éppen hogy állnak 5G lefedettség tekintetében. Magyarország szerintem ilyen fél távnál van, és nagyjából így úgy a többi ország, környező országhoz képest is van, akiknél jobbak vagyunk, van, akiknél meg ki kevésbé vagyunk jók, de majdnem, hogy mindegy. Na most, nekem nyilván az volt a kérdésem, hogy amikor 5G hálózat épül ki egy országban, egy szolgáltató által, akkor mi a hálózat kiépítésének a stratégiája? Mi alapján dől el, hogy mikor, hol, milyen bázisállomás épül, cserélődik, bővül, akármi. Tehát ezt kik találják ki, és miért. És ezt a kérdést nyilván fel is tettem, ez engem nagyon-nagyon érdekelt, és ugye mi itt szoktuk mondani, hogy az 5G-nek felejtsük el, hogy az a lényege, hogy marha gyors lesz, mert ez egy hozadéka inkább, nem pedig a lényege. A lényege az a kapacitás bővítés, ez teljesen egyértelmű, tehát egy 5G-s bázisállomásra korlátlan számú ügyfelet föl lehet engedni. Más kérdés, hogyha fölraksz rá 1,2 millió ügyfelet, akkor pont annyi részre tagolódik a sávszél, ami egy emberre jut, mint ahányan vannak. De nincs mennyiségbeli korlát. Ugye egy régebbi technológiával egy szektoron X felhasználó lehetett, az utána következő már nem fért hozzá a hálózathoz. Tehát az 5G-vel ez a korlát, ez a mennyiségi korlát, ez kvázi megszűnt. Tehát itt bárhányan lehetnek egy szektorba, de ez nyilván egy nagyon fontos paraméter ennek a networknek, és éppen ezért az 5G-t nyilván úgy tervezik telepítési szempontból, hogy ahol azt látják, hogy kapacitás hiányos a 4G, a 3G-t már nem is mondom, mert ugye ezt éppen kapcsolgatják lefelé, de ahol a 4G kapacitás hiányos, ott már 5G-vel bővítenek, és akkor ezzel gyakorlatilag a kapacitás problémákat megoldják, és nyilvánvalóan ez elsősorban városi, urbánus környezetre igaz. Tehát oda érdemes tenni 5G átjátszókat, már csak azért is, mert az igazán gyors 5G, az ugye a C-sávú 5G, az magas frekvencián üzemel, és a magas frekvenciából adódik az, hogy kicsi a hatótávolsága, tehát nem tud lefedni túl nagy területet. Magyarán egyébként is városi környezetbe érdemes telepíteni, ahol sűrűn vannak a bázisállomások, és nem kell kilométerekre ellőni az 5G jelet, nem is lehet ezen a magas frekvencián, tehát már csak a technológia miensége is amellett szól, hogy ezt városi környezetbe telepítsék. Ezért aztán nem meglepő módon, tehát Budapest, vidéki nagyvárosok vannak elsősorban a célkeresztben, és egyébként meg a Balaton környéke szokott még lenni, ahol hát esetenként ugye a népsűrűség nagyon megugrik. És ez így is van a Telenornál, ezt valahogy ki kell írtsam, hogy még mindig ezt mondom. Tehát a Jettel is így csinálja, ők is a városi környezetben fejlesztik az 5G hálózatot. Ugye a másik kérdésem, ami volt, hogy ugye sokszor elhangzott az is, hogy az 5G arra is jó, hogy a lefedettségi lukakat adott esetben befoltozza, amit a 4G hagyott maga után. Tehát ez nem teljesen működik így. Egyrészt azért, mert normális esetben az 5G a 4G A-rendszer nélkül nem feltétlenül működik, tehát
ahhoz, hogy működjön az 5G, ott kell legyen 4G is, mert minden egyéb komponens, ami ahhoz kell, hogy az működjön, az a 4G hálózatból fakad. Szóval nem lesz az, hogy te lemész egy pincébe, és ott nincs 4G, de 5G van, hanem akkor ott mind a kettő lesz, és hát nyilván ezt ugyanolyan alapon bővítik, mint ahogy a 4G-t is bővítették, tehát ahol látják, hogy van egy luk és nincs térerő, oda kell rakni valamilyen bázisállomást, csak mostantól nem kizárólag 4G-set fognak oda tenni, hanem 4G per 5G-s bázisállomások kerülnek oda, és akkor ezzel foltozzák ki a lefedettségi hiányosságokat. És ami még ugye ebből az egész dologból fakad, hogy az ilyen nagy területeken, ahol alacsony a népsűrűség, oda egyszerűen nem éri meg gazdaságilag 5G hálózatot rakni, tehát kis falvakba pont nem nagyon lesz 5G még nagyon sok évig, mert soha nem jön vissza az ára, illetve ilyen autópályák, vasútvonalak mellett sem nagyon érdemes tenni, mert ott ugye hát alapvetően két szektort szoktak lefedni egy toronnyal, az egyik irányba néz, a másik irányba, és hát ugye az lenne a jó, hogyha minden messzebbre lehetne előni a jelet, de ugye az 5G-t sűrűn kell rakni, tehát az egyszerűen nem rentábilis, hogy oda is 5G hálózatot tegyünk. De pont azért, mert ezt ugye azért a műszaki emberek is tudják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a hagyományos értelembe vett, klasszikus, nagy sávszélességet biztosító, modern, C-sávú 5G-t ilyen autópálya, vasútvonal, főútvonal mellé egyszerűen gazdaságilag nem érdemes telepíteni, ezért van egy ilyen TSS-nek nevezett megoldás, ez a time sharing, nem is tudom már a magyar, vagy még az angol kifejezést sem, de az a lényeg, hogy a 4G technológiát felhasználva, hát kvázi így félig 5G-sítünk bázisállomásokat, ami nem azt jelenti, hogy az 5G-s lesz teljes mértékben, hanem bizonyos tulajdonságokat, amik az 5G-vel jöttek be a hálózat technológiába, azokat lehet implementálni egy meglévő 4G-s toronyba is, vagy 4G-s szektorsugárzóba is, egy 4G-s antennába is, mert hogyha a mögöttes maghálózat, tehát a core network tudja ezeket a protokollokat, meg ezeket a technológiákat, és azt a toronyvezérlő rádiót kibővítik bizonyos minimális hardverrel, ami szintén fel van erre készítve, akkor pár dolgot lehet így úgy használni, mintha 5G-s lenne. És ez alapvetően ez egy praktikus megoldás, mert ez elsősorban arra fókuszál, hogy az 5G-s hálózatoknak a jó tulajdonságai közül azt az egyet mindenképpen implementálhassuk egy 4G-s környezetbe is, ami lehetővé teszi az alacsony válaszidőt. Nyilván igen, ehhez kell, hogy a maghálózat is tudja, meg kell az, hogy legyen valami modul az antenna mellett, ami ezt ugye lekezeli, de igazából ez egy modularizációs változtatás, tehát másképpen rakja össze az adatokat, és küldi el bizonyos időrésekben a telefon a toronyhoz és vissza, mint hogyha sima 4G-t használnánk, hanem ezt a fajta technológiát már az 5G szabványból vesszük át, és tesszük bele a 4G-s infrastruktúrába és a 4G-s környezetbe, ami olyan szempontból praktikus, hogy pont a majd egyszer valamikor talán önvezető autós korszakban fontos ugye az alacsony válaszidő, miután azonban ugye nehéz és nem feltűnő gazdaságos tiszta 5G-s tornyokat lerakni autópályás környezetbe, ezért jó lesz ott a régi hálózati infrastruktúra is, de kicsit boostoljuk fel, és az 5G-nek legalább egy olyan tulajdonságát, ami pont fontos az önvezető autóhoz, és az az alacsony válaszidő, azt tegyük rá a 4G-s hálózatra. És ez használja minden szolgáltató egyébként, tehát hogy ez egy létező technológia, nem új, Magyarországon is mind a három szolgáltatónak van ilyen megoldása, ez nem megy 3500 MHz-en, csak az alacsonyabb frekvenciákon, azokon a frekvenciákon, amiken a 4G is megy, de az vele az egyetlen probléma, hogy ha egy ilyen technológia implementálva van egy adott cellában, akkor a telefonodban azt fogja kírni, hogy 5G-n vagy. Na most ezzel ugye lehet játszani, tehát egyrészt el lehet mondani, hogy na, mekkora hálózatot építettünk, már ennyi helyen van 5G-nk, miközben az egy ilyen fék 5G, vagy hát egy ilyen kicsit 5G, inkább 4,5 vagy 4G plusz. És akkor az ügyfelek azt gondolják, hogy milyen király az én szolgáltatóm, hogy az 5G-t lehetővé tette. Másrészt viszont ténylegesen van olyan hozadéka, amit az 5G hoz, ez ugye az alacsony válaszidő, de ezt lakossági ügyfélként te nem fogod észrevenni. Tehát, és a sebességben meg egyéb dolgokban nem nagyon van változás,
Most itt azt mondták, hogy a modularizációs trükköknek köszönhetően mondjuk a 4G-hez képest egy 10%-os sebességnövekedést lehet elérni ezzel a TSS megoldással, ami ezt a hát ilyen halvány 5G-t tudja nyújtani, ami viszont megmagyarázza azt a sokak által tapasztalt észlelést, hogy eddig 4G, mit tudom én, volt x megabit per szekundum a letöltési sebességem, most halleluja van 5G a telefonomon, de hát ez nem lett gyorsabb. Vagy hát egy picit. Hogy lehet, hogy gyorsabb lett, de csak placebo. Szóval nem, tényleg nem lett gyorsabb a letöltési sebességed, mert nem a 3500 MHz-es C-sávú 5G-t használod, hanem azt az 5G megoldást, ami igazából a 4G-nek egy ilyen buherálásából jött létre, és nem a sebesség növelése a célja, hanem a válaszidő csökkentése. Szóval attól még, hogy a telefonod kiírja, hogy te 5G-n vagy, technikailag vagy szabványilag valamelyes az 5G-n vagy, de azért az nem az az 5G, ami be lehet harangozva, hogy milyen baromi jó. Na, úgyhogy ez egy fontos tanulság volt ezen a rendezvényen, mert végre egy picit kaptunk rálátást arra, hogy miért vannak ezek az eltérések 5G sebességmérések kapcsán, miért tapasztalják az ügyfelek, hogy mégsem olyan gyors, mint ahogy hitték, és egyáltalán miért lehet az, hogy bizonyos szolgáltatóknál sokkal nagyobb a lefedettségi terület, ha csak a telefonunk indikátorára hagyatkozunk, mint másoknál. Egyszerűen azért, mert hát a telefonok már akkor is 5G-t jeleznek, amikor csak egy ilyen részleges 5G van a hálózati körülmények között. Na, de térjünk át egy kicsit arra, hogy mit láttunk mi itt fönt antenna szempontból. Ugye ami fontos, és ezt szerintem már többször elmondtam, hogy a szolgáltatók nem tesznek le pusztán egy frekvenciát és egy technológiát használó bázisállomás vagy antennát, egyszerűen felesleges pazarlás. Ha már van egy hely, ahova lehet tenni antennákat, akkor oda tegyük be az összeset, amit elérünk, és akkor ott van a 2G, ott volt a 3G, ugye az most kivezetésre került, a 4G meg az 5G is, tehát egy ilyen rudon, amin ugye vannak különböző antennák, több antenna is van, és mindegyik a megfelelő frekvencián sugároz a megfelelő irányba. De amíg eddig főleg a 4G-ig bezárólag úgynevezett passzív antennákat használtunk, addig mostantól az 5G már az aktív antennákat fogja használni. A lényegi különbség az, hogy a passzív antenna az egy ilyen, hát most mondták ott, hogy ez egy 40 kilós ilyen cucc, ami egy szépen, hát szépen, de legalábbis esztétikusan eltakart antennarendszert jelent, és ez egy irányba lő. Tehát ez azt csinálja, és ezt amikor a Huawei-es Mobile World Congress-es fejtágításon részt vettünk, akkor már abból készült egy videó, és ott van egy kis redundancia, mert most félig meddig ugyanazt fogom elmondani. Tehát egy passzív antenna, az gyakorlatilag olyan, mint a felkapcsolnál egy 60 fokos szögben világító izzót, és amit lát maga előtt, azt így beteríti fénnyel. Ez alapvetően nem túl energiahatékony, mert hogy ugye mindenki kap abból a sugárzásból, amit ugye ez az antenna biztosít, annak ellenére, hogy ők mondjuk nem használják a szolgáltatást. Ezzel szemben az aktív antennákban hát mozgatható antenna modulok vannak, amelyek nyalábszerűen bocsátják ki a sugárzást, és kifejezetten direktben azokra az ügyfelekre, illetve az ügyfelek telefonjaival veszik fel a kapcsolatot, és kvázi akár adott esetben követik is őt, akik ezeknek a nyaláboknak a sugrában vannak, tehát olyan, mintha ezt a nagy egy darab fényforrást sok kicsi zseblámpára cseréltük volna, ami direktben megvilágítja azokat az ügyfeleket, akik a szolgáltatást igénybe veszik. Ez egy sokkal energiahatékonyabb megoldás, fogyasztás szempontjából is lényeges, és hát nyilván abból a szempontból is tök jó, hogy hát több fény jut egy darab userre, mint hogyha egy nagy szórt fényből kapná meg a saját részét, így viszont egy dedikált fénycsóvában mozog, és azon keresztül zajlik ugye az adatkommunikáció, tehát ezek az aktív antennák. És odáig most ott tart a technológia, hogy még korábban ezek a passzív antennák mögött a rádiós berendezések, azok valahol egy külön szekrényben, egy ilyen rack szekrényben kaptak helyet, foglaltak sok területet, és kellett nekik hűtést biztosítani, meg extra áramot. Addigra most már az 5G-s antennák zöme, az egy integrált megoldás, mert ott van az antenna, és mögötte oda van beépítve a rádiós modul is, és az egész úgy egy az egybe kerül fel a toronyra, ami hát nyilván egy helytakarékossági plusz, illetve hát, hogyha nem forró nyári napról van szó, akkor a hűtéssel sem kell annyit foglalkozni, mert ugye megoldja az időjárás. Ha pedig ugye forróság van, akkor ezeknek úgy van kialakítva a hátuljuk, hogy ilyen nagyon hűtőbordás és mindenféle hőelvezetési trükk van benne, annak érdekében, hogy ne forrósodjon fel, de mindenképpen egy jóval kompaktabb,
egyszerűbben telepíthető, könnyebben kezelhető megoldásról van szó, mert egyben van építve az antenna a rádiós modullal, és most már ez a standard. A Huawei-nek is ilyen megoldásai vannak, és a Yettel által használt ZTE-nek is ilyen megoldásai vannak, és ilyeneket is láttunk ezen a cellán, mert itt is volt egy korabeli, régebbi passzív antenna, ami a legnagyobb darabja volt az egész berendezésnek, és egyébként volt még rajta három aktív antenna, ami a rádiós modullal össze volt építve. És volt az egész, ugye ez innentől egyértelmű, ránézel egy antennára, vagy hát ugye nagyjából triviális, ránézel egy antennára, amit fogsz rajta látni, azok kisebb antennák, vagy nagyobb antennák, és valószínűleg bizonyos antennák rádiós modulokkal összeépítve, tehát aminek ilyen cirádás hátulja van, mert ugye a hűtőbordákat oda kellett tenni, az már egy aktív antenna egy rádiós modullal összeépítve, amivel csak egy ilyen tömbszerű cucc, az meg egy régi vágású passzív antenna, szóval ezt így lehet azonosítani most már, hogyha ránézel egy toronyra. De van még két dolog egy toronynál, ami nem tartozik egyik kategóriába sem. Az egyik a mikró, ami egy tányér, egy ilyen fehér dob gyakorlatilag, ami hát vagy az antennán körül van valahol, ugyanazon a rúdon, vagy valahol ott a környéken, ugye itt az AVF tetején egy külön hát építmény tetején volt a mikró, és a mikró az ugye arra szolgál, hogy mikrohullámú kapcsolattal nagyon távoli egyéb tornyokkal fölveszi a kommunikációt, és az onnan érkező jeleket hát áthozza ide, és ha itt van egy komolyabb optikai betáp alul, ami nagy sávszélességet el tud vinni, akkor egy távolba levő antennán keletkező adatokat is a mikron áthúzunk ehhez az antennához, és aztán leküldjük az optikára, és úgy megy be a MAC hálózatba. Na most a mikróval ugye van baj. Most már olyan szintű gond nincsen, hogy elég gyors a mikrós átvitel sebessége is. Tehát olyan frekvencián megy, meg olyan technológia van mögötte, hogy több gigabitet is lehet mikrón küldeni ide-oda. Tehát ez a része, ez frankó. Viszont ugye a mikrónak a problémája az, hogy ez egy zavarérzékeny kapcsolat. Ugye ez egy air kapcsolat, tehát egy levegőben terjedő dologról van szó, ami viszont vizuális kapcsolat is egyúttal, tehát hogy látniuk kell, látó távolságon, látó mezőn belül kell legyen a két mikrós átjátszó egymáshoz képest, tehát szembe vannak fordítva ezek a fehér dobok, és a kettő között megy ide-oda a jel. Na most, hogyha van egy kis rezonancia az épületben, vagy elmegy mondjuk alatta a metró, és ettől egy kicsit mozog, vagy nagyon fúj a szél, és az egyik mikró elfordul, elmozdul, vagy egyáltalán csak inog, akkor ugye ez mindenképpen a kapcsolat sérülékenységét eredményezi, mert hogyha itt csak egy picit megmozdítom a mikrót, akkor az lehet, hogy méterekkel allébrű, mint ahova eredetileg kéne neki, és megszakad a kapcsolat. Ez ritka, hogy teljesen megszakad a kapcsolat, de mindenképpen zavarérzékenyebbé válik, és sokkal több hibát fog generálni, vagyis lassul az adatátvitel sebessége, mert ugye hát akkor többször kell átküldeni az adatokat, hogy biztos minden megérkezzen. Tehát a mikrós kapcsolat egy zavarérzékeny kapcsolat, és itt az AVF tetején is így kérdeztem ott a srácokat, hogy hát most itt fölrakva egy pár ilyen betonlapra és azokhoz odacsavarozva, hogy ez így mennyire stabil. És azt mondták, hogy azért annyira nem zavarérzékeny, hogy egy ilyen dolog kibillentse egy nagyobb szél, tehát azért az így elég általában, de természetesen előfordul, hogy utána kell korrigálni, illetőleg hát ugye az van, hogy most már vannak olyan megoldások, és mondjuk a Huawei-nek is van ilyenje, ami egy ilyen kis gimbalt tartalmaz, és gyakorlatilag hát kibalanszolja magát ez a mikrohullámú átjátszó, és hogyha mozog alatta valahogy a dolog, akkor ő mégis egyenesbe tudja tartani azt a fejet, ami ugye magát az adatátvitelt végzi, és akkor a zavarérzékenység egy fokkal kevésbé szembeötlő, szóval erre is vannak már technológiák. Szóval a mikro az egyik olyan dolog, amit majdnem minden bázisállomáson látni fogsz, tehát egy fehér dob, esetenként több is, különböző irányokba néznek, és ezeknek csak annyi a feladatuk, hogy egy távoli látótávolságban és a látómezőben levő másik bázisállomással adatot cseréljenek, mert lehet, hogy valahol a core network, vagy az az optika, ami éppen lejön, az ott jobb, több kapacitás van benne, akkor érdemes átlökni az adatokat egy másik toronyra, és onnan bevinni a központba, szóval ezért vannak ezek a mikrohullámú berendezések. És volt még egy dolog a torony tetején, amit én nem tudtam micsoda, úgy nézett ki, mint egy ilyen kis fákja, vagy mint egy kis ledes lámpácska, be volt kötve egy dróttal a toronyhoz, és kérdeztem ott a fickót, hogy ez mi, és egyébként Tom a Yetteltől a hálózati szakértő, és ő mondta, hogy ez GPS. És akkor
Hát mi az első dolog, ami eszedbe jut, hogy minek egy fix bázisállomásra egy GPS? Hát ez nem megy sehová, vagy ha megy, akkor már óriási probléma van, de ez nem lokációs GPS, tehát nem arra van, hogy megmondjuk a központból, hogy jaj, egy centit arra ment a bázisállomás, arra a GPS egyébként sem képes, mert ugye 5 méteres pontossággal dolgozik, hanem ez időszinkron. Gyakorlatilag azért van, hogy az összes bázisállomás ugyanazt az időt tudja 10 másodpercre pontosan, szóval a műholdakból kapja meg az információt, és abból tudja, hogy hány óra. És ennek az a lényege, hogy nem csak a Jettel tornyokon van GPS, hanem mind a 3 szolgáltató vagy 4 szolgáltató használja, hogy mindenkinél ugyanannyi az idő, és ezért pontosan tudják, hogy ki mikor ad és vesz rádiós frekvenciás jeleket, és ezért nem zavarodnak össze. Tehát, hogy nem az van, hogy összeakadnak, vagy interferencia lép fel, mert össze vannak hangolva a hálózatok, és mindenkinek megvan az, hogy mikor kell adni, mikor kell venni, melyik időrésben mit csinál, és ezt egy GPS megoldással teszik abszolút pontossá. Tehát ezért van rajta a GPS. Úgyhogy ezeket a dolgokat mind megtekintettük ott fönn a tetőn, és igazából nekem elég érdekes volt, és aztán utána megnéztük belül a rekszekrényekbe a pár ilyen vezérlőeszközt, ami oda van rakva, és utána még lehetett egy kicsit vegyülni, meg beszélgetni. Na, viszont, ugye az van, hogy azt mondotta a Jettel, hogy ők most vannak fél távon, tehát amit ők terveztek, hálózati megoldásokat annál felénél járnak, és két kérdés merült még fel a hallgatóságban, ami szerintem fontos és releváns. Az egyik az energiahatékonyság. Pláne mostanában ez ugye kiemelt fontosságú, ezek a bázisállomások áramot fogyasztanak. Azt mondta, egyrészt elhangzott, hogy egy átlagos hálózatnál, vagy egy szolgáltatónál az áramfogyasztás 60-80%-a az a hálózatból jön, tehát a nagyobb részét az áramfogyasztásnak fölveszik ezek a hálózati berendezések. Tehát ez mindenképpen egy nagyon magas érték. Közben viszont azt is mondták, hogy vannak különböző mérőszámok, amikkel az energiahatékonyság egy hálózatnak hát kvázi valamennyire kimutatható. Az egyik ilyen, hogy mennyi energia kell egységnyi adat átviteléhez. És ilyen szempontból nagyon jól állnak a 4G-s, 5G-s hálózatok, mert ahhoz képest, hogy mennyi adatot visznek át, ahhoz képest az energia igényük nem nőtt szignifikánsan, sőt mondhatjuk azt, hogy egy 5G-s bázisállomásnak az energia szintje, vagy az energia felvétele az alacsonyabb, mint mondjuk egy GSM-é, egy 2G-sé, jóval kevesebb energiát fogyaszt, ugyanakkor viszont sűrűbben kell telepíteni, és többet van használatban, tehát kvázi ki van egyenlítve, tehát ugyanannyi áramot fogyaszt el most a hálózat 5G-vel, mint amennyit 20 éve fogyasztott el 2G-vel, tehát ez a szint, ez nagyjából fix. Úgyhogy ilyen szempontból nincs az, hogy a 4G meg az 5G az még növeli az energiaigényeket, mert ahogy haladtunk előre technológiai szempontból, úgy egyre kisebbek lettek ezek a berendezések, egyre kisebb csíkszélességű chipsetek kerültek beléjük, amiknek alacsonyabb a fogyasztásuk, és egyre hatékonyabbá is váltak, nem csak maguk a tornyok, a cellák, az antennák, meg a rádiós modulok, hanem a kábelezés is fejlődött, ott már nincsen annyi veszteség, tehát egy csomó minden dolog változott, ami arra az eredményre vitte ezt az egész dolgot, hogy nem nőtt meg a hálózati energia igénybevétel, viszont az adatátviteli sebesség meg a kapacitás az a többszörösére emelkedett. Szóval ilyen szempontból nem állunk rosszul. De, hát ugye most, hogy egy kicsit így megdrágult így az elektromosság, ezért azért fölmerülnek olyan kérdések, hogy ha már ugye itt van egy bázisállomás, állandóan tetőn van, akkor nem lenne egyszerűbb mellé dobni egy napelemet, és hát oké, hogy nem táplálom vissza a hálózatba, mert ugye azt mostanában már nem lehet, de hát ugye miután az mindig üzemel, az a hálózati berendezés, ezért folyamatosan kaphatná azt a mennyiségű áramot, amit a napelem megteremel, és hát nyilván rá kell dolgozni hálózati áramból, de hogy egy ilyen hibrid megoldást létre lehet hozni. És azt mondták, hogy nyitott ajtókon akarunk bemenni, tehát hogy ez már régóta létezik, csak most jutott el arra a szintre az energia ár,
hogy már rentábilis a napelemes dolgokat elkezdeni megvizsgálni, hogy milyen bázisállomásokra, milyen tornyokhoz érdemes telepíteni. Ugye nyilván nem az van, hogy egy csiszolnyi napelemet fölraksz egy bázisállomásra is megvan oldva az energiaellátás. Ezek 4-6 kW áramot fogyasztanak óránként ezek az antennák, szóval nyilván ahhoz nagy mennyiségű napelem kell, de hogyha olyan helyen van a bázisállomás, ami egyébként is egy magas épített acéltorony, azt tele lehet szórni napelemmel, és akkor meg lehet oldani az energiaellátását könnyen, de nem árt, hogyha van mellette egy energiatároló, tehát egy akku, ami ugye a felesleget eltárolja, és aztán visszarakja éjszakai időszakban. Szóval, hogy azért ennek van tervezési, meg kivitelezési, meg anyagszintű költsége is. Ugyanakkor viszont azt is csinálják a szolgáltatók, és ez szerintem egy nagyon okos megoldás, hogy folyamatosan monitorozzák a celláknak a terheltségét. És ha azt látják, hogy az adott pillanatban éppen senki nincs a környéken, akinek kéne az 5G, mert nincs olyan telefonja, vagy ha van, akkor nem forgalmaz adatot, vagy az az adatmennyiség, amit forgalmaz, az nem szignifikáns, mert csak letöltött 3 e-mailt, akkor azt mondják, hogy jó lesz neked most itt a 4G is, és egy kicsit lekapcsoljuk ezt az 5G-s tornyot. Ez az 5G-s antenna most nem kell, hogy működjön, mert úgy néz ki, hogy nincs a környéken rá akkora igény, és ezzel azért lehet egy 20% áramot spórolni úgy általánosságban, ami, ha az egész hálózatot nézzük, akkor meglehetősen sokat számít. Szóval vannak már ilyen intelligens, automatizált megoldások, amik kifejezetten arra jöttek létre, hogy a bázisállomásoknak, antennáknak, rádiós moduloknak és egyéb berendezéseknek a fogyasztásait az igényeknek megfelelően tudják csökkenteni, és hát, hogyha meg az igények nőnek, akkor növelni. De úgy látszik, hogy ez se nekünk jutott eszünkbe nyilvánvalóan, hanem ez már egy régóta fejlesztett és most már azért működőképes dolog. Úgyhogy ez a záram, meg környezetterheléses vonal, ez többször is előjött. Ugye nyilván mondták, hogy hát persze marha drága üzemeltetni energiával egy ekkora méretű hálózatot is, pedig ez csak egy Magyarország. Egy magyarországi szolgáltató hát általában ilyen 4-5 ezer toronnyal tudja elérni a teljes lefedettséget. Na most, hogyha ezt felszorzod 6-8 kWh-val és a nap 24 órájában mennek, akkor számolj egyet, és akkor az fog kijönni, hogy ez az iszonyú drága. És akkor még ugye a kórhálózati költségekről nem is esett szó. A másik kérdés az ennél kicsit ilyen teoretikusabb, és ugyanakkor az ott esetben akár húsbavágóbb is lehetett volna, mert ugye a JET-tel, a ZTE hálózati elemekkel dolgozik. És most, hogy az Egyesült Államok és Kína egy kicsit így a technológiai embargók szempontjából nincsenek jóban, és nyilván amit mi lakosságiként látunk, az az, hogy a Huawei telefonokban bizonyos dolgok nincsenek benne, mert az embargó, de egyébként is ugye a chipgyártás, chiphiány begyűrűzik minden iparágba, ami ott Ázsiában dübörög, akkor, és az ugye a termék hiányban csapódik le Európában, akkor azért felmerül a kérdés, hogy jó ötlete egy ZTE-re bízni egy teljes hálózati infrastruktúrát, amikor éppen a kínai-amerikai viszony főleg technológiai szempontból nem túl kiegyensúlyozott, hogy nem félnek-e attól, hogy ha itt kicsit eldurvul a helyzet, akkor a ZTE már nem lesz képes bizonyos licenszek meg hardware elemek hiánya miatt a karbantartási feladatokat ellátni. Nem tudnak replacement egységeket küldeni, nem tudnak frissíteni, nem tudnak lecserélni újabb meg újabb technológiákra, hogy ez mennyire biztonságos és fenntartható dolog, hogy egy ZTE-re van bízva egy komplett hálózat. Most erre az volt a válasz, hogy a ZTE-vel volt baj 98-ban, amikor ők ugye az első kínai láthatóvállalatként belecsúsztak ebbe az embargóba, más okok miatt, mint a Huawei, de kaptak egy nagy tiltást, és akkor az jelentősen vissza is vetette a ZTE-nek a szerepét a világhálózati piacán, és egyébként a készülőpiacán is. De hogy itt ott történt egy megegyezés, és azóta nincsen ezzel a dologgal probléma, ami hát valóban így is van, de én szerintem sosem lehet tudni, hogy mikor lesz a következő csetepati, és melyik cég fog ennek áldozatául esni. Szóval engem ez a dolog nem győzött meg ezen a ponton. Viszont azt is mondták, hogy van B-terv. Ráadásul ugye a telekommunikációban a szabványok azért létező dolgok, tehát hogyha az lesz, hogy az ZTE nem tudja tovább biztosítani a hálózat zavartalan működését azért, mert nem tudják szupportálni, akkor le fogják cserélni egy másik vendorra, egy másik beszállítóra, ami nyilván nem lesz egy olcsó buli.
De meg lehet oldani, és nyilván baromi sokat kell vele dolgozni, mert ugye a háttérrendszerekhez hozzá kell kötni majd egy újabb beszállítónak a berendezéseit, és itt nem az van, hogy két paramétert átírsz, hanem 28.000 paraméteren múlnak dolgok, és azokat mind végig kell verni, tehát az egy kellemetlen eset akkor, hogyha egy szolgáltatónak ezt meg kell lépnie, és nyilván nem az van, hogy egyik napról a másikra kell meglépnie, hanem ha kiderül, hogy van az ZT-vel probléma, akkor még ideig, óráig simán elműködget ez a hálózat, és közben a háttérbe fel lehet építeni egy alternatív megoldást, szóval ez már így egy picit azért kevésbé rizikós, de benne van a pakliba, hogy ez megtörténhet, de ez megtörtént a Vodafone-nal is, akik a Huawei hálózatokat használják, szóval ebben nincs nagy meglepetés, hogy ez a jettel az ETE miatt ugyanúgy megtörténhet. De lehet, hogy valóban egy kicsivel kisebb esélye van, hogy a ZTE esik áldozatul legközelebb, mint annak, hogy a Huawei hálózattal több most a meló és a karbantartási és az előrelátási és a tervezési feladat. Na, úgyhogy ez volt a másik kérdés, ráadásul ugye nem a teljes hálózat ZTE-t, a szó nincs róla, az antennák ZTE-k, meg a rádiós modulok ZTE-k, de aztán mondjuk a mikrókat az NDC csinálja, akik ugye japánok, és aztán hogy a kórhálózatban akik dolgoznak, azokról nem is esett szó, de mondták, hogy az sem ZTE, hanem ugye az van, hogy kollaborációk vannak, és összedolgoznak a különböző cégek mérnökei annak érdekében, hogy a ZTE antenna nem tudom milyen kórhálózati megoldásokkal hatékonyan tudjon kommunikálni, de ezek, hát most nem mondom, hogy könnyen lecserélhető moduláris dolgok, de hogy megoldható, műszakilag megoldható problémák, hogyha valamelyik vendor beszállító kiesik, akkor lehet pótolni egy másikkal, szívás, de megoldható. Na, úgyhogy ez volt a másik olyan kérdés, ami engem is érdekelt egyébként, szóval ezt szerencsére föltették mások, konkrétan a Renvika HVSV-től, és az energiahatékonysággal kapcsolatban is jöttek még kérdések, de úgy nagyjából látszik az, hogy van tervük, látszik az, hogy merre halad ez a történet, és nyilván az más kérdés, hogy mire lesz jó. És itt ugye mindig az van, hogy könnyű és egyszerű úgy kommunikálni, hogy az 5G rohadt gyors. Jó lesz, mert rohadt gyors. Nem ez a lényeg. A 4G-vel is simán el vagy egy telefonon. Most hova rohanna az 5G-hez? Az 5G persze jó lesz, hogyha lesz nagy sávszél, mert adott esetben vezetékes kapcsolatot kiválthat irodaházakban, vagy olyan helyeken, ahol egyébként nincsen olyan szintű vezetékes internet, ami eléri a bizonyos sávszélt. Arra nagyon jó lesz majd az 5G-nek, hogy abban van kapacitás, de alapvetően nem a sebesség a fő lényeges előrelépés 5G szempontból. 5G szempontból az a fontos, hogy egyre kisebbek ezek az átjátszók, bázisállomások és antennák, egyre könnyebben telepíthetőek olyan helyekre is, ahol korábban ezeket nem lehetett használni, és itt gondolj abba, hogy egy villanyoszlopba bele lehet integrálni, vagy egy buszmegállótot helyére is rá lehet rakni, nem is beszélve a beltéri felhasználásról. Sok olyan technológiát hoznak be, amelyekre az ügyfelek már nagyon régóta vágynak, mint amilyen a Wi-Fi. Illetőleg, hát ami ugye a legfontosabb, és az elején is mondtam, hogy végtelen kapacitású, tehát hogy bárhány ügyfelet rá lehet engedni egy hálózatra, és hogyha az van, hogy itt ne arra gondoljál, hogy 1 millió ember hirtelen egy téren fog állni, és mind internetezni akar, mert nyilván nem ez a use case, hanem az, hogy a különböző okos otthonberendezések, mezőgazdasági műszerek, forgalomfigyelő technológiák, V2X infrastruktúrás cuccok, autók és egyéb járművekben levő SIM-kártyák, azok mind-mind kommunikálni akarnak a hálózattal egyszer egy időben, akár egy helyről is, és nekik kapacitásra van szükségük. Nem azért, mert nagy adatot forgalmaznak, hanem azért, mert jelen akarnak lenni a hálózaton, és bármikor készen akarnak arra állni, hogy valamilyen számukra nagyon fontos, adott esetben csak kicsi adatcsomaggal kommunikáljanak az internettel. És erre az 5G van felkészítve a leginkább, az 5G-t alapvetően ezért hozták létre. És nyilván ennek a harmadik hozadéka az alacsony válaszidő, ami meg ahhoz kell, hogy aztán lehessen csinálni a távolból sebészeti beavatkozásokat, meg az önvezető autó egyből fékezzen, hogyha megkapja az információt, hogy kanyar után van egy baleset, tehát hogy ezekre meg ugye kell az alacsony válaszidő, arról nem is beszélve, hogy dúmozni is jobb rajta, de ez most igazából tényleg mindegy, de hogy ez a három pillére van az 5G-nek és az 5G lényegi elterjedésének, és nem az, hogy te a telefonod most kírja, hogy 4G-n van vagy 5G-n. Tehát ez egy sokkal nagyobb spektrum és egy sokkal távolabbi és átfogóbb jövőképet vetít előre. Ha a tényleges 5G megvalósul 3500 MHz környékén,
C-sávon, az összes 5G-s tulajdonsággal, akkor nagyon nagy mennyiségű adatátviteli kapacitás fog majd a rendelkezésünkre állni, csak győzze a MAC-hálózat elvinni, de hát nyilván a MAC-hálózatot is ugyanúgy fejleszték, mint ahogy a bázisállomásokat. Na, hú, nem gondoltam, hogy ez vágás nélkül itt ezt el tudom mondani nagy hirtelen nektek, de szerintem a lényeg az ez volt ebből a mai rendezvényből. Egyrészt tök hálás vagyok, hogy meghívtak, és nagyon örülök, hogy ott lehettem. Ráadásul ugye megengedték, hogy csináljak videókat is. Az az utolsó pillanati kérdés volt, hogy most itt lehet-e fotózni, videózni, vagy nem, de végül is lehetett. Szóval ezért van most néhány vágókép ebben az anyagban, mert tudtam venni videókat. Nagyon örültem, hogy tudtam olyan emberekkel beszélni, akik tényleg benne vannak a sűrűjében, és napi szinten ezzel foglalkoznak, és nyilván mindent tudnak technológiai, műszaki szempontból. Ez mindig egy óriási érték egy olyan, hát nem is tudom, újságírónak, vagy youtubernek, vagy mindegy embernek, aki szeretné edukációs szempontból átadni ezeket az információkat, hát end usereknek, mert én összegyűjtöm ezeket a szaknyelven megfogalmazott dolgokat, visszakérdezek háromszor, hogy ez mi az Isten jelent, meg az mit jelent, és akkor nekem is elmagyarázzák, de én már nektek az elmagyarázott változatot próbálom továbbadni, hogy ne kelljen mindenféle ilyen szakszavakkal megküzdeni, és egy ilyen szójegyzetet ide kiraknom magam mellé, hogy elmondjam, hogy mi miért van, meg mi mit jelent. Szóval szerintem ez egy nagyon hasznos dolog a számomra. Tudom, hogy ez nem az a típusú adás, ami ideszegezi a usereket, és nem az, amire rákattint a nem követő ember, és azt mondja, hogy az új iPhone-ról lesz szó, ez nem olyan izgi, ez egy kicsit ilyen szakmaibb, meg háttér információkat feldolgozó valami, de remélem, hogy akik idáig kitartottak, akik azok azt mondták, hogy oké, köszi, megérte, ha már van egy pár ilyen ember, akkor már nekem is megérte. Na, most viszont azt lezárom. Jön a jövő hét, és a téma megint nem nagyon van, illetve de vannak ötleteim. Ugye egyrészt meg szeretném próbálni ezt az Oppo szemüveget, amit ugye már valamelyik adásban itt lengettem, valahogy úgy videóra venni, hogy lássátok, hogy elvileg mit lát az, aki ezt a szemüveget használja. Én nem tudom, hogy fogom megoldani, de kitaláljuk, csak még odáig nem jutottunk el, kibontsam. Mert hogy rengeteg, továbbra is rengeteg tesztkészülékünk van, és ezek között most már tényleg a Razer Motorola is van, meg T-fónok megjöttek. Halleluja! Meg jönnek a Xiaomi, meg Samsung cuccok, tehát bőven van mivel foglalkoznunk. És ami fölmerült itt témaként, és ez is így a derültékből érkezett, hogy vannak bizonyos cégek a magyar piacon, akik ugye az okos otthonnal foglalkoznak, hát nem azon a szinten, hogy veszel két villanykörtét és a telefonról nyomkodod őket, hanem hát egy komolyabb rendszert képzeljetek el. És az egyik gyakorlatilag meghívott minket a bemutató lakásba, hogy megnézzük, hogy hogyan van összerakva egy ilyen okos otthon rendszer, milyen részei vannak, hogyan tudod programozni, milyen dolgokra van felkészítve, és egyáltalán mennyibe kerül. És akkor azt gondoltam, hogy végülis az is egy elég jó téma egy videóhoz, hogy körbejárjunk egy ilyen, hát elvileg tökéletesen felkészített ingatlant okos otthon szempontból, és az egyes megoldásokra rácsodálkozzunk, vagy azt mondjuk, hogy ez felesleges, és mindegyiket beárazzuk. Szóval, hogyha erre van fogadókészség, akkor ezt fölírom a listára, és ezt nagyon szívesen prezentáljuk a közeljövőben, de még idén. Minden más ötlet természetesen veri velkám. Ugye sokan írtátok, hogy tökre kéne beszélni a Google Pixelekről, miért nincsen itthon, mint ahogy miért nincsen magyar nyelvű Android autó, meg hangvezérlés. Tehát egy csomó dolog, kérdésetek van a Google-lel kapcsolatban és a Google filozófiával kapcsolatban, meg a Google Home miért nem kapható itthon hivatalosan, stb. És az a helyzet, hogy ez egyik kommentre válaszoltam is, hogy ha megfeszülök, se tudok nektek embert szerezni a Google-től, aki hajlandó is mondani valamit. De olyan szinten nem, hogy ugye nekem volt lehetőségem pár éve bemenni Mountain View-ba, a Google HQ-ba, mert van egy magyar hölgy, aki kint dolgozik elég magas pozícióban, és véletlenül ismerem a húgomon keresztül, tehát nem is így a szakmából, és akkor ő meginvitált, hogy megmutatja, milyen a Google HQ, és akkor azt meg is néztem, és tök jó volt, de bármit is kérdeztem tőle, ő nem válaszolhat. És nekem csak akkor még csak az volt a kérdésem, hogy az Android autó mikor fog tudni magyar a hangvezérlési parancsokat lekezelni, miközben ugye diktálni már tudsz neki, és tök jól érti, szóval nem lenne olyan nagy truváj, nem mondhat semmit. Szóval nem tudom,
hogy ez lehetséges-e, hogy te a Google-től információkat szerzel? Szerintem nem. Tehát nem tudom megkérdezni tőlük, hogy miért nincs Pixel itthon, nem tudom megkérdezni tőlük, hogy miért nincs Google Home itthon, hogy miért nem beszél magyarul, stb. Stb. Nem tudok elérni senkit, aki ebben illetékes lenne, de ha valaki nézi a Google-től ezt a műsort tök véletlenül, és szeretne beszélgetni velem, akkor nagy szeretettel várom ebbe az adásba, illetve én elmegyek hozzá bárhol is legyen Magyarország területén belül, és beszélgessünk, szívesen beleteszem az effortot, hogy legyen belőle valami információ, de sajnos nem ismerek mást. Na, csöngettek, úgyhogy most befejezem az adást egyébként is. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, aki eddig is követett és idáig kibírta. Jövő héten ugyanabban az időpontban ismét találkozunk. Sziasztok!